További 500 millió euróval támogatja az ukrán fegyverbeszerzést az Európai Unió, mégpedig az Európai Békekeret programból, hogy Kijev nagyobb tüzérségi erővel rendelkezzen az orosz agresszió visszaverésére. Az európai tagállamok külügyminiszterei brüsszeli tanácskozásukon az orosz aranyimport betiltására vonatkozó javaslatot is megvitatták, de diplomaták szerint megfigyelhető, hogy a tagállamok kezdenek belefáradni újabb és újabb szankciók meghozatalába. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint azonban ez a hozzáállás nem fogadható el. Biztos vagyok benne, hogy Putyin számít rá, hogy a demokratikus államok belefáradnak a háborúba, de az európai társadalmak ezt nem engedhetik meg maguknak. Az uniós tagállamok kormányainak ki kell állniuk a döntéseik mellett. Korlátozó intézkedésekről határoztak az orosz gazdaság ellen, és ezekhez tartaniuk kell magukat, jelentette ki Josep Borrell. Ahogy az energiaválság folytatódik, és az árak az egekbe szöknek, egyes európai kormányok kezdenek vonakodni attól, hogy még több pénzt költsenek Ukrajna megsegítésére. Az ukrán uniós delegáció nagykövete szerint pedig jelenleg nagyobb szükség van a pénzre, mint valaha, mert a háború teljesen tönkreteszi az ukrán gazdaságot. Ukrajna havi 5 milliárd eurós költségvetési hiánnyal küzd. A befolyó nemzetközi pénzügyi támogatások egyelőre nem elegendőek a deficit áthidalására. Csak reménykedni tudok abban, hogy az uniós tagállamok közötti megbeszélések gyorsabban fognak haladni a 9 milliárdos makroszintű pénzügyi támogatásról. Nyilatkozta az Euronews-nak Matti Mazsikás észt diplomata, az Európai Unió ukrajnai küldöttségének vezetője. Az EU júniusban 9 milliárd eurós támogatásról döntött. Az első milliárdot Ukrajna már júliusban felveheti. A fennmaradó rész folyósításáról azonban még nincs megállapodás.